2017. július 1-én már megkezdődött a 219 millió forintot felülelő Makó Honvéd város részének megújítása elnevezésű kezdeményezés, mely a szoftelemek biztosítását tűzte zászlójára. Ami azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetű családok többek között a kaláka, a tehetséggondozás, valamint az otthon lenni otthon programban vehetnek részt, melyek kifejezetten a mindennapi életvitelükben segítik őket. Az eddigi támogatások kiegészülnek a hozzájuk szorosan kapcsolódó infrastruktúrális újításokkal is, a Honvéd városrészi központ építése című pályázat keretében, mely szintén nagy előrelépés jelent a marosparti településnek. Felzárkózik a város és az ország elmaradottabb régióiból egy élhetőbb és kulturáltabb életkörülményeket, lakókörnyezetet próbálunk biztosítani. A komplex rehabilitáció során megújul 14 út, felépül egy közösségi ház, mely területén kialakítanak egy foci, valamint kosárlabdapályát is, illetve lesz felnőtt és gyermekjátszótér, továbbá a bérlakásoknak szintén nagy figyelmet szentelnek. Az egyik legfontosabb programelem a bérlakások megújítása. 14 darab bérlakás fog megújulni, újjáépülni. Ezek korszerű, energiatakarékos, mondhatom, hogy Makóváros egyik legjobb bérlakásai lesznek. Tulajdonképpen az itt élőknek az életkörülményének a javítása a cél. Illetve kiemelném még azt is, hogy a közösségi házhoz kapcsolódóan ki fog épülni még plusz egy szociális, illetve szolgálati bérlakás. Ennek pedig ugye az lesz a feladata, hogy a hosszú távú működtetését a közösségi háznak így tudjuk megoldani. Több makói intézmény és cégvezető mellett Tóth István, a Váker Kft. Ügyvezetője szintén csatlakozott a mindkét kezdeményezést átfogó támogató csoporthoz. Nagyon sok dolgozó ezen a területen lakik. Úgy gondolom, hogy őnekik is kijár az, mint a városnak a más területén lakók, hogy egy kicsit odafigyeljen a város, rendben legyen téve, és hogyha ide jön egy turista a városba, akkor ne csak a központot lássa meg, vagy ne egy is, hogyha most esetleg elmegy, akkor elég síralmas állapotokat látna. Annak nagyon örülök, hogy egy kis változás fog történni, és arra is ellátogatott egy turista majd. A Honvéd városrészi központ építése elnevezésű pályázat befejezése szintén 2020-ra várható, melynek hatására az itt élők kialakíthatnak egy igazi közösségi színteret, aktív sportéletet élhetnek, valamint lehetőségük nyílik majd a kikapcsolódásra is.